mozaik, itt megtudod, hogy mi zajlik. Ez a mozaik, híradó előtti napra kész áradat. Ez a mozaik, politika, film, kultúra, divat. És immár elérkeztünk a csütörtökhöz, kedves nézőink, szép jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Megkezdtük mi is a visszaszámlálást, hiszen tudják, ezen a héten láthatják őszig utoljára a mozaikot. Így a holnapi napot rendhagyó módon fogjuk majd zárni. Ha emlékeznek, még a mozaik indulására tudják, hogy Ambrus Laura kolléganőmmel vezettük le az első adást, és mutattuk be Önöknek a játékszabályokat. Ez holnap este csak annyiban lesz más, hogy összegezni fogunk. Na de még ma ne fussunk ennyire előre, hiszen itt van a ma este, és én azt ígértem Önöknek, hogy ezen a héten nyári programok színes kavalkádjával mutatjuk majd be Önöknek az egész vásárhelyi, illetve erdélyi programsorozatokat. Volt is itt multisport, triatlon, Európa-bajnokság, DJ-k, bulik, szféra, forgatag, és ma este pedig a Vibe Fesztivál is sorra kerül, és nem csak. Hiszen a nyár nem mindenkinek csak a szórakozásról szól. Kezdődnek a felvételik, és azoknak a felkészítői is. Pontosabban ma a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem felkészítőiről és felvételiről fogunk beszélgetni, méghozzá dr. Lőrinci Máté Rozáliával, aki már itt is ül a stúdióban. Szervusz! Szervusz, Petra! Csak sikerült egy kicsit belevakíznom, mert mégiscsak nagyon izgulok amiatt, hogy itt ül velem a volt tanárom, és ennek nagyon-nagyon örülök. Tényleg nagyon örülök, hát, hogy itt köszönhetlek még nálunk. Még nekem ez mennyire megtisztelő. És beszéltünk a felvételikről és a felkészítőkről, amin egyszer én is áttestem, és te is, és tudjuk, hogy milyen nehéz és milyen nagy dolognak tűnik akkor, amikor az ember készül rá. Úgyhogy próbáljunk meg segíteni azoknak a fiataloknak, akik előtt még ez a dolog most áll. Nézzük meg, hogy miből is áll egy felkészítő elsősorban, mit kell erről tudni, és miben segít nekünk abban, hogy tudjunk felvételizni. Hát először is szeretettel köszöntök mindenkit, aki arra gondol, hogy a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem bármelyik szakára felvételizik. Mi mindenkit szeretettel és nagyon-nagyon szívesen várunk, és azt szeretnénk, hogy az önmagából való lehetőleg jobbat nyújtsa. Most a felkészítőkön minden tanár, aki be van osztva, és ez mindig közzé teszik az egyetem honlapján, www.cini.ro, ezt mindenki tudja, vagy hogyha www.uat.ro címen megy fel a honlapra, akkor jelölje be a magyar nyelvet, és meg fogott is találni mindent, meg fogja találni a szakukat, meg fogja találni, hogy milyen osztályvezető tanárok indulnak, meg fogja találni a helyek számát, és most visszatérve a kérésedre és a kérdésedre, hogy beszéljünk a felkészítőről. A felkészítő útba igazít és bátorít. Útba igazít abból a szempontból, hogy konkrétan mit kér tőle a szak, mit vár el tőle az a tanári kar, aki majd őt felvételiztetni fogja, inspirálja, ötleteket ad neki, és a színi felvételin, ahol van az intenzív felkészítő hét, ott csapatban dolgoznak a diákok, megtapasztalhatják azt is, amit a felvételin nem tudnak megtapasztalni, hogy milyen interakcióban lenni egy társukkal, a színi felvételi helyszínén, és ez nagy figyelmet kap a diákok és megismerhetik a tanárokat. Igen, is. És a tanárok úgyis beülnek, és majd megnézik őket, és azt hiszem, hogy ez egy feszültségoldó is számukra, mert már egy kicsit felveszik az egyetem légkörét. Nagyon jó csapatmunka, nagyon jó csapatépítő, tanár és diák összehangolódik, megértik, megismerik egymást, és így valahogy egy... Hogy is mondjam, már egy lépcsőfok a felvételi irányába könnyebben indul el. Aki nem tud mondjuk részt venni ezeken a felkészítőkön, az hogy készüljön fel a felvételire? Mennyire megterhelő ez egy diák számára? Én ezt arra értem, hogy lelkileg izgul, több fordulós, ugye legalábbis... A színi felvételi, igen. Igen, így van. Mondjuk, de hát itt most az összes szakra nézzük meg, akkor akár, hogy milyen részei lehetnek. Mondjuk a színi több fordulós. De hogy mégiscsak ez egy nagy lépés. Már az érettségi is, de utána ez hirtelen megint egy nagy lépés az ember életében. Hogy lehet erre lelkileg felkészülni?
Ez jó kérdés. Azt hiszem, menjünk csak egy mély levegőt kell venni. De tényleg mély levegőt kell venni. Én a tegnap kitettem a honlapomra, van egy ilyen, hogy felvételi 2019 egy olyan fotót, hogy van egy ilyen nagy gumi, és rajta hintázik egy báb, és odaírtam, hogy néz fel rá a mozgató. Nem olyan magas ez a felvételi léc. Ez mindenkinek az életében le kell pörögjön. Még akkor is, hogyha esetleg negatívan végződik, ez nem jelent világvégét, ez azt jelenti, hogy újra kell próbálni, vagy más irányba kell haladni. Vagy ugyanabb az irányba, amit elterveztünk, csak akkor komolyabban kell nekifutni. Nem kell megijedni a dolgoktól. Bátran neki kell menni. Aki fiatalon jön, mármint 18-20 évesen, vagy pont az iskolapadból, az azzal a lendülettel jöjjön, ahogy az érettségibe belemegy, és már fut tovább. Tehát neki ez egy érintőleges dolog. Aki pedig már továbbképzésre jön, magiszterképzésre jön, neki már mögötte van egy képzettség, van egy helyzet, van egy önbizalom, úgyhogy ő azt próbálja kihasználni. Itt most beszéltünk arról, hogy így összességében hogy néz ki egy felkészítő és a felvételi, és ez érvényes akár minden szakra nálunk, vagy... Igen, nálunk. Hát nálunk, na, nekem mégiscsak így nálunk van, marad örökre. Hát ez mindig így van. De most nézzük meg, mert én, ha jól tudom, akkor van egy nemrégiben indult új szakotok, amiről még azért az emberek annyira nem tudnak, és igazán talán ez az érdekes a mai beszélgetésünkben, és én erre is felhívnám a figyelmét a diákoknak, vagy akik szeretnének jelentkezni, de még nem tudják pontosan, hogy merre vagy melyik szakra. Mi ez pontosan, és mit akar? Hát ez az alkalmazott bábművészet, amire célzol, és én nagyon örülök, hogy erre ráirányítod a figyelmet. Ez egy magiszterfokú képzés, és ez azt jelenti, hogy már egy alapdiplomája kell legyen annak, aki ezt szeretné folytatni. És itt az a cél, hogy mi megmutatnánk, hogy mire képes a báb önmagában, vagy mire képes a bábművészet ahhoz, hogy valaki, aki már gyakorló pedagógus, vagy pszichológus, vagy már színész, hogy használja a munkájában. Tehát ezt nem csak színészeknek, bábszínészeknek ajánljuk, hanem pedagógusoknak, óvónőknek, tanítónőknek, pszichológusoknak. Tehát nagyon tág a skála, akiket oda várunk. Most elmondom, hogy a bábszínész irányából, hogyha egy bábszínész jön oda, akkor mi a helyzet, és miért beszélünk erről, hogy alkalmazott bábművészet. Azért beszélünk erről, hogy alkalmazott bábművészet a bábművészet terén, mert nagyon sok ifjúsági és gyerekfoglalkozás történik újabban, tehát hogy egy előadás nem csak közönség elé kerül, hanem utána egy foglalkozás van a gyerekekkel. És nagyon sok bábszínész megszereti a bábszínház vonalának ezt az új irányát, és szeretne átnyergelni, vagy valamit még kapni amellé, amit csinál, egy plusz képesítést, ők kerülnek így hozzánk a bábszínészek, vagy akár a színészek, ki hogy gondolja. A pedagógusoknak pedig ez egy óriási mankó, és azért mondom, hogy óriási mankó, mert a gyerekek lehet vitatni, hogy miért, ilyen-olyan okokból mozgékonyabbak, de a tény biztos az, amit én így a dolgozatokban mindig visszatérni látok, amit a pedagógusok megírnak, hogy nehéz a figyelmüket fenntartani, nehéz őket koncentrációra nevelni. És akkor a bábbal ezt nagyon könnyen meg tudják tenni, fent tudják tartani a figyelmüket, akár fegyelmezni tudnak úgy, hogy a gyermek autoritását nem bántja, nem sérti, és mégis olyan helyzetet teremt, hogy megérti, hogy ő most pontosan nem a legjobbat követte el. És a pszichológusoknál ott az van, most tudok arról, hogy jönnek és érdeklődnének, hogy ők terápiás célból szeretnék a bábot beemelni. Igen, a pszichológiát. És ezt egyébként már valamennyire használják is, de itt akkor igen, most egy profi hogy képzést az a nem mindegy, hogy használom. Tehát én nem fogom tudni neki azt megmondani, hogy használja terápiás célra. De azt meg tudom mondani, hogy használja úgy, hogy eredményes legyen. Igen. Hogy az a báb úgy mozogjon, hogy hiteles legyen. Hogy úgy rakjon össze egy jelenetet, hogy hiteles legyen. Például a pedagógusoknál azt látom, hogy a hangukkal van sok probléma, és akkor ebben is tudunk mi segíteni nekik.
Hát én köszönöm szépen, hogy elmondtad. Én nagyon remélem, hogy felkeltettük a kíváncsiságát mindenkinek, aki esetleg nem tudta volna, hogy ilyen szak létezik. Minden részletet és időpontot megtalálnak ezek szerint az egyetem oldalán. Én pedig tőled már csak egyet szeretnék kérdezni, méghozzá 7 kérdését, de nem is én fogom pontosan, hanem egy grafika. Lássuk, mi az. A 7 kérdése. Önnek mi a legpihentetőbb nyári foglalkozása? Hát a felkészítők és felvételik. Hát igen, a felkészítők és a felvételik. Után? Az olvasás, de a hegymászás, uh-huh. az nagyon-nagyon kikapcsol. És még egy dolog, az építkezés. Tehát valamit mesterkedni, festeni, tenni, venni, újítani. Tehát lehet hívni a nézőknek. Igen, lehet. Kikapcsolni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm, Petra. Nagyon örültem neki. És igen. Nagyon sok sikert kívánok nektek a felvételikhez. Napi rovatunk a Mozizom, ma pár hétig nem fog látni egyáltalán itt a képernyőkön, viszont a YouTube-on és a Facebookon visszanézhető, majd ma látszódik utoljára, ma láthatják a nézők is utoljára német előddel, méghozzá a Mozizom. Akkor láttassuk mi is. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket. Lássuk, mi megy a mozikban. Fatih Akin rendező neve ismerősen csenghet a filmrajongók számára, hiszen alkotásaival az elmúlt 15-20 évben kisebb-nagyobb díjakat zsebel be olyan menő fesztiválokon, mint a Cannes vagy a Berlini. Németország legnépesebb kisebbsége a több millió fő számláló török populáció. Az ők legfőbb mozi szószólójuk a szintén török származású Fatih Akin, aki legtöbbször közösségének és más kisebbségeknek a problémáit tematizálja. Ugyanakkor a rendezőről tudni kell, hogy hamburgi lokálpatrióta, így a német nagyváros gyakran hátteréül szolgál történeteinek. Ezúttal nem is egy török és nem is egy kellemes, de valós történetet vitt vászonra a kikötővárosban, amelyet már nézhetünk a környékbeli mozikban. Az aranykesztyű egy kocsma a Vöröslámpás negyedben, ahová a nem túl szép küllemű, alkoholista Fritz Honka is rendszeresen betéved. A nők által folyamatosan visszautasított férfi bosszúból 5 év leforgása alatt 4 örömlány tesz el láb alól. A film külföldön nagyon megosztó fogadtatásban részesült. A nézők tömegesen mentek ki a vetítésről, a kritikusok pedig szétszették a filmet, amiben állítólag kiváló a főszerepet alakító színész, illetve a jelmezés díszletvilág, viszont a rendezőt azzal vádolják, hogy egy ízléstelen freak show-t rendezett, amely topzódik az értelmetlen hatásvadász és blödül prezentált brutalitásban, amit nem ellensúlyoz semmilyen mélyebb tartalommal. Úgyhogy aki egy kicsit provokáltatni szeretné magát a nagy melegben egy hidegvérű sorozatgyilkosos sztorival, üljön be a vörös kesztyűre. Ha nem akarjuk kitenni magunkat valami olyan durvának, mint a vörös kesztyű, akkor nézzünk meg egy merőben más hangvételű Fatih Akin filmet, a Soul Kitchen-t, ami egyszerre pajzán vígjáték, de nem olyan ízléstelen, mint az amerikai pite, és gasztroszerelmes sztori, és nem olyan habcsókosan nyálas, mint mondjuk az ízekimák szerelmek. Ízlésesen könnyed és tartalmasan szórakoztató ez a 2009-es multikulti Akin bohózat. Főszereplőjének, a görög származású Zinosznak nincs szerencséje. A Hamburg kikötővárosban levő Soul Kitchen nevű étterme nem megy túl jól. Barátnője lelép Kínába, Piti tolvaj testvére elkezd a nyakán lógni. Illetve régi osztálytársa, aki közben ingatlanos oligarchává vált, meg akarja kaparintani a telket, amelyen az étterem van. Mindezt tetőzi, hogy Zinosz akut hátfájással küzd. Ahogy általában egy kellemes nyári bohózatban szokott lenni, ugye a Soul Kitchenben is a kilátástalanságig fajul a főhős helyzete, de majd szépen minden megoldódik. A magyar nézők számára külön érdekesség, hogy szerepel a filmben Gridlusz Dorka, akinek amúgy jelentős filmes karrierje van Németországban is. Térjünk azért vissza egy kicsit a borzongáshoz, mert ugye perverzül és soha meg nem szűnően képesek vagyunk rácsodálkozni a sorozatgyilkosokra. Nem értjük meg őket, nem tudunk szimpatizálni velük, mégis igényünk van arra, hogy félig csukott, félig nyitott szemmel végignézzük azt a számos filmet és sorozatot, amely az ők borzalmas tetteikbe, szavarodott pszichéjükbe, furcsa motivációikba enged betekintést.
talán semmi sem gazdagította jobban a fiktív és valós történeteket egyaránt magába foglaló serial killer horror szubzsánert, mint Ted Bundy, az Uber killer. Gondoljunk csak a kitalált Hannibal Lecterre, aki olyan, mint Bundy. Sármos, okos, de velejéig romlott. A Netflix készített egy 4 órás dokumentumfilmet, amely megpróbálja tényekre és alkotó elemére bontani, illetve kronológiai sorrendbe prezentálni a Ted Bundy jelenséget. A Conversations with a Killer, The Ted Bundy Tapes abban különbözik az eddig elkészült több tucat Bundy dokumentumfilmtől, hogy tartalmazza az antihíresség saját hangját, ugyanis a szériát a vele készült több mint 300 órányi beszélgetés részletei szervezik meg. De megszólalnak rendőrök, ügyészek, ügyvédek, áldozatok és hozzátartozók is. There was something unique about Ted's brain. He talked in terms of a voice in his head, and this voice would start saying things about women. Köszi szépen a figyelmet, ennyi volt erre a hétre a mozizom. Találkozunk legközelebb ősszel, csak kívánok mindenkinek kellemes nyaralást és kellemes filmélményeket. Bár a Mozaik szabadságra megy a nyáron, nem gondolom, hogy unatkozni fognak, hiszen indul a jobbnál jobb fesztiválok időszaka. Elsőként itt van például a Vibe Fesztivál, amely már a jövő héten csütörtökön, vagyis július 4-én startol itt Marosvásárhelyen. A fesztivál részleteiről pedig Sámi Zsuzsát, a Fashion Corner koordinátorát és Polecsek Pétert, a Vibe Fesztivál kommunikációs koordinátorát kérdezem. Ennyi koordinátor, egyen szervusztok! Sziasztok, köszöntelek titeket! Elég fiatal koordinátorok vagytok, tele lendülettel, úgyhogy csak egy jó fesztiválról beszélhetünk. Nézzük meg, hogy mivel várjátok idén a fesztiválozókat a Vibe-on. Igen, azért van annyi koordinátor, mert vagy több száz embert kell koordinálni. Igen. Egy ilyen fesztiválon. Már most vannak, azt hiszem, vagy hát lehet, hogy még nincsenek százan, de már nagyon sokan építik a fesztivált, és körülbelül 300 önkéntesünk lesz egy adott ponton, szóval igen, ezért kell ennyi koordinátor ide. De azért nézzük meg, hogy mivel várjátok tényleg a fesztiválon, de gondolom nem csak koordinátorokkal. Ja, hát a Vibe egy olyan, vagy attól különleges igazából, hogy összefogja az összerdélyi magyar diákságot, tehát hogy valahogy Székelyföldtől Szatmárig és Nagyváradig és Kolozsvárig és Marosvásárhelyig mindenkit megszólítunk, és azt a diákságot, aki Erdélynek a pezsgő életét éli, és őket ide csábítjuk, vagy ide hozzuk Marosvásárhelyre, és ebből indult igazából a fesztivál, hogy az egyetemistáknak és a középsulisoknak egy olyan rendezvényt hozzunk létre, ahol a nyáron is találkozni tudnak, és ahol nyáron is úgy fesztiválozhatnak, hogy közben az egyéb programokon tanulhatnak, és egy csomó mindenen részt vehetnek még. A Vibe Fesztivál tavaly is volt más, sőt, ugye, tehát mondhatjuk, hogy nem első alkalom, tehát gondolom én, hogy elég sok tapasztalattal rendelkeztek már az eddigi fesztiválokkal kapcsolatban. Milyen negatív tapasztalatotok volt, ami idén próbáltatok változtatni? Talán évről évre ugye igyekszünk a nappali programokat bővíteni, és igyekszünk fejleszteni ezeket, mint a Koliban is, hogyha az előadókat nézzük, akkor egyre nevesebb előadóink lesznek, és a többi területen is igyekeztünk sokszínű tevékenységet nyújtani, hogy a fesztiválok semmiképpen ne unatkozzanak. Talán ez, ami elmondható, hogy az eddigi évekhez képest, hála Istennek a résztvevők száma is nagyon szépen nő, és úgy a tevékenységünk is vele együtt mi is fejlődünk. Miben újul? Igen, mondja. Még azt tenném hozzá, hogy a tavaly nem sikerült annyira az erdélyi helyi zenekarokat felkarolni és egy helyre mozgosítani. Na most az idén erre fektettünk egy nagy hangsúlyt. Van egy külön színpadunk is, a Black Box, ahol erdélyi DJ-k lesznek nagyrészt. Minden városból, a helyi undergroundból a menő DJ-k, igen, tehát ők lesznek a Black Box-ba, és azon kívül szerveztünk egy olyan versenyt, amelynek az a neve, hogy Epic Music Battle, és ennek az volt a célja, hogy a fesztiválunknak az Instagram közönsége megszavazza azokat a zenekarokat, erdélyi zenekarokat, akik fellépjenek a Vibe-on, és több mint 60-an jelentkeztek, és ebből mi kiválasztottunk majd kicsit több mint 20-at, azt hiszem 22-t. Úgyhogy ők ott lesznek a Vibe-on, és így az egész
fellépő lista több mint 100 névből áll, és ennek negyede KBR díj, és azt szerintem az idén egy elég nagy pozitívum, mert eddig talán ezt a részt úgy csak szerettük volna, most sikerült is valamit ezekben tenni. Igen. Nézzük meg egy kicsit ezt a Fashion Corner részt, mert én nő vagyok, és mégiscsak ez érdekel a legjobban, nem így van. Csak hogy ez az elmúlt években a legtöbb fesztiválon egyre nagy hangsúlyt kap, elég nagy sarkokat kezdenek azért kialakítani így a divat kapcsán. Miért van erre szükség? Szerintem alapvetően ugye ez egy olyan helyszín a fesztivál, ahol az emberek egy kicsit extrémebben tudnak öltözni, vagy megnyilvánulni, ki tudják fejezni a személyiségüket egyes elemekkel, egy kiegészítővel, vagy egy extrémebb hajjal, vagy sminkkel. Próbáltuk pont ezt egy picit elhozni, hogy az előadások is javarésze arról szól, hogy hogyan fejezd ki önmagad ezekkel a kiegészítőkkel, és az, hogy a külsőd az milyen, vagy hogy hogyan jelensz meg. Ha most pozitív vagy negatívunként kezeljük, de befolyásoló tényező a kapcsolatok építése terén, vagy bárhogy, hogyha megjelensz valahol, akkor az fontos, hogy nézel ki. Ezért igazából az önkifejezés, és ugye az, ami alapvetően a Vibe koncepciója is, hogy az erdélyi alkotókat szólítsuk meg, az erdélyi zenei művészeket, vagy ékszerkészítőket, ruhatervezőket, divattervezőket. Tehát akkor mi pont beszélhetünk Erdélyben egyébként egy ilyen fajta ágazatról? Abszolút, uh-huh. És úgy látjuk, hogy nagyon egyediek ezek a darabok, látszanak nagyon hagyományos jegyek, és próbálnak újításokat is belehozni, és ez tényleg nagyon fontos volt nekünk, hogy találkozzanak az alkotók a résztvevőkkel, a fesztiválozókkal, azokkal, akik hordják azokat a darabokat, hogy ne csak egy termék legyen, hanem egy fesztiválozó megismerje a szemét, a sztorit, ami egy termék mögött, akár egy sima fülbevaló mögött van. És pont ezért van egy ilyen talks, egy beszélgetős része is, ahol alkotókat megszólítunk. Ez idei évben egy picit úgy gondoltuk, hogy nemzetközi vizekre is eveznünk kell, és látunk kell egy picit tovább is, ezért Magyarországról is érkeznek előadóink. Ugye említetted, hogy lányként ez így bevonz, és érdekesség számodra. Idén azért igyekeztünk a fiúkat is megszólítani, már tavaly is volt ennek egy ilyen kezdetlegessége. Ez egyébként most csak a fesztivál divatról beszélünk, vagy már általánosabb szemléletet kap ez a dolog? Egy picit bővítettük azért. Vannak olyan dolgok is, hogyha például azt nézzük, hogy tetoválás, és annak a funkciói, a típusai, hogy mennyire steril ez, és ennek részletei, ami ugye nem fesztivál kellék, de érdekes lehet. Tehát inkább ebben a témakörben az egyéniségek, az egyediségek, és a divathoz tartozó kis apróságokról fogunk beszélgetni. Tényleg elég széles körben, tehát szépségápolástól a lifestyle-ig lesznek ilyen pozitív testképképzés például, vagy beszélgetés, és smink, hogy például kinek milyen sminkájól, vagy milyen ruhát tud viselni, vagy az, hogy mit hordanak jelenleg például a milleniumi nemzedék, ami ugye a Colinak is egy témája, hogy hogyan is reagálnak ők ezekre. Elég széles körben tudtuk ezt most, mint tevékenység is, és a beszélgetések témájában is kivinni a Fashion Corner-t. Itt említetted, hogy nemzetközi vizek, tehát hogy akkor ezt gondolom új, hogy Magyarországról is hívtok, illetve említettél még két új dolgot, ami gondolom idén lesz, ugye itt az erdélyi előadókkal kapcsolatban. Még miben újul meg a Vibe az elmúlt évekhez képest? Leginkább a line-upban a zenekarok és a DJ-knek a felhozatalában újítottunk, ez volt az idei elsődleges szempont, hogy olyan fesztivált hozzunk létre, ami tényleg nagyon vonzó tud lenni ennek a generációnak főleg. Tehát elsődlegesen 14 éves kortól 28 éves korig szólítjuk meg a fiatalokat, de most az idén ezen túl is mentünk, és próbálunk olyan programokat is szervezni, ami mondjuk lehet, hogy ezt egy kicsit fennebb tolja ezt az életkort, úgyhogy itt említenék egy olyan programot, ami az idén újdonság, a Csemete Zug, így neveztük el, lesz egy ilyen gyereksarok a Vibe-ban. Már elég korán lehessen kezdeni ezt a fesztivált. Igen. Hát aki a kisgyermekével szeretne jönni a fesztiválra, annak szervezünk programokat.
BBTL Marosvásárhelyi karával, a Pedakarral partnerségben. Ők szervezik ezt a programot, és nyugodtan lehet jönni a kis csemetével fesztiválozni, mert lesz egy csemete zug, ahol neki szerveznek. Csak nehogy aztán csütörtökön lerakják, és csak vasárnap menjenek, érte azért, igen, eredményétek. Köszönöm szépen, hogy elmondtátok. Én szerintem egy nagyon sikeres fesztiválnak nézünk megint csak elébe. Mindenkinek azt javaslom a nézők között is, hogyha tehetik, akkor menjenek el. Hozzátok meg már csak egy kérdésem van, ezt említettem. Nektek egy grafikánk fog bejönni. A hét kérdése. Önnek mi a legpihentetőbb nyári foglalkozása? Természetesen miután teljesen kipihentétek magatokat a fesztivál szervezés után. Szerintem amúgy abszolút az az időszak, amikor vége a fesztiválnak, ugye? Az egy nagyon kellemes időtöltés, ugye ez a csapat több, mint egy csapat, tehát nagyon jó kis közösség alakul ki, és a fesztivál után, amikor lehet, hogy az utolsó fadarabokat szedegetjük össze, már az is annyira pihentető tud lenni, és aztán egy közös buli, valószínűleg egy közös ivászat, ha lehet ezt mondani. Lehet. És szerintem az a fesztivál utáni időszak az nagyon kellemes lesz. Péter, neked is? Vagy nem. Neked még a fesztivál alatti időszak? Nem, nekem az, amikor szombattól kikapcsolom a telefonomat, majd a fesztivál után kb. Egy héttel, miután minden lejárt, és elmegyek valahova olyan helyre, ahol már nem is kell kikapcsoljam, inkább ne legyen jel. Ne tudjanak elérni, igen, hogy még ezzel is elmaradtunk, és ezt is meg kellett volna. Igen. Hát én azt kívánom, hogy kapcsold ki a telefonodat, ne csak ne legyen ilyen, hát ha mégis véletlenül elérnek neked, nektek pedig nagyon jó pihenés már csak azzal is, hogy lejárt és sikeres volt, és ezt tudjátok. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük. És amíg mindig nem lenne elég program és esemény Erdélyben, jöjjön a kimenő, amiben aztán garantáltan találhatnak kedvükre valót, és ebben Koszorús Krisztina segít önöknek a kimenőben. Jó napot kívánok, bonjour! Ma csütörtök van, június havának 27. napja. 1046-ban ezen a napon született első László magyar király, akit 1192-ben szintén ezen a napon avattak szentté. 1927-ben pedig ezen a napon látta meg a napvilágot Csernus Tibor magyar festőművész, grafikus, kinek művészetében a mozaik plakát festészet, szürnaturalizmus, hiperrealizmus, neobarok, sőt még a szociál hagyománya is fellelhető. Önök a kimenőt látják Koszorús Krisztinával, tartsanak velem! Az erdélyi kultúra jegyében és képviseletében megmozgatja Kutyfalva és a környező települések lakosságát a Kutyfalvi Kastélynap, a Degenfeld kastély kapu nyitása, amelyre június 29-én kerül sor. Az esemény célja, hogy közérthető és szórakoztató formában közvetítsen értékeket, miközben felhívná a figyelmet arra a közegre, egykori társadalmi rétegre, amelyet az alapítvány képvisel, azaz az erdélyi nemességre. Játszva, szórakozva igyekszik tanítani úgy, hogy a különböző korosztályok képviselői együtt és külön-külön is megtalálják számukra érdekes elfoglaltságaikat. A kastélysétákat, a tánc és divatbemutatók, az étkező sátra környéke, ide a társasjáték tér is beletartozik, olyan programok és helyszínek, ahol mindenki jól érezheti magát. Péntek este 7 órától a Kecskeméti Katona József Színház produkciója lesz látható a Figura Stúdió Színház nagytermében Gyergyószent Miklóson. A Hargita megye tanácsa és a Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpont támogatásával megvalósuló vendégjáték Tom Hooper 2010-es Oscar és Golden Globe díjas a Király beszéde című filmjének színpadi feldolgozása Béres Attila rendezésében. Marosvásárhelyen rendezik a 2019-es multisport triatlon Európa bajnokságot, ahol duatlonban, aquatlonban, cross triatlonban, cross duatlonban, középtávú triatlonban és aquabike-ban avatnak Európa bajnokot Marosvásárhelyen, ahová 30 ország mintegy 3000 sportolóját várják. Az esemény megnyitójára június 28-án pénteken kerül sor a Marosvásárhelyi várban. A hivatalos megnyitó beszédeket követően teszik le az esküt a versenyzők és a bírák, az ünnepséget Koszikando Hadsot koncert és rövid tűzijáték zárja. A verseny ideje alatt a várban lesz a különböző versenyszámok nyerteseinek a díjazása is. Szép finnél a kimenő. Köszönöm figyelmüket, tartsanak velem a hét hátra levő napjain is. Fiataloknak és nem csak kellemes vakációzást kívánok, a viszontlátásra!
Ha emlékeznek, ugye ezen a héten a hét kérdése, ahogy ez előbb is elhangzott, úgy szólt, hogy önnek mi a legpihentetőbb nyári elfoglaltsága, és többen azt válaszolták, hogy az olvasás. Nos, tényleg sokan vagyunk, akiknek az igazi kikapcsolódás a nyáron, hogyha egy árnyékos helyen, mondjuk legyen az a tengerparton egy napernyő alatt, vagy legyen az a kertben a megyfa alatt, vagy akár a jól lehűtött lakásban hátradőlve olvasgatunk. Na de van-e már ötletünk, hogy idén nyáron mit olvassunk? Ha nincs, akkor most ajánlunk egy-két vagány nyári olvasmányt. Az olvasás nem feltétlenül évszakhoz köthető tevékenység, de valamilyen szinten az éghajlati körülmények azért befolyásolják azt, hogy mit szeretnénk éppen olvasni. Én ma kifejezetten nyári olvasmányokkal készültem, remélem, hogy mindenki talál majd benne olyant, ami neki tetszik. Lászlófi Aladár Bukfencóra című verse igazi nyári olvasmány. A mozgás öröme, a vízben való játék felszabadító élménye elevenedik meg szöveg és illusztráció kölcsönhatása révén, mert mi lehetne izgalmasabb a vízben pancsolásnál? Ennél fantáziadúsabb tevékenység talán csak egy víziló verseny lehet, lehetőleg krokodilokkal. Renárd felügyelő fontos hírt kap. Régi ellenfele Hiéna, Európa múzeumainak fosztogatója Budapesten készül újabb akcióra. Ezzel egy időben egy gimnazista lány újságíró édesanyja nyomtalanul eltűnik. Berg Judit izgalmas krimiében a szereplők lépten nyomon a történelem és a művészettörténet érdekfeszítő tényeibe, eseményeibe botlanak. Átszőve az egészet egy kis bünténnyel és izgalommal, hogy a történet végén minden mozaik darab a helyére kerüljön. Alessandro Baricco számára a Sejem című könyv hozta el a nemzetközi sikert. A 19. században játszódó regény főhőse a katonai karrier helyett a kereskedelmi utazó kalandos életét választja, akinek Észak-Afrikába, majd Japánba kell utaznia a városa megélhetését biztosító Sejem hernyópetékért. Az író megfogalmazása szerint ez a mű, mondhatnánk, hogy szerelmi történet, de ha csupán az volna, nem érné meg elmondani. És valóban ez a finom erotikával átszőtt rövid regény az emberi lét alap kérdéseit feszegeti. A könyv alapján készült filmet 2007-ben mutatták be. Franciaország kedvenc botrányhősei Michel Felbeck író és Bernard Henri Lévy filozófus 28 levelet váltottak egymással, amelyekben megtárgyalták, hogyan próbálják elviselni és feldolgozni a rájuk zúduló média ösztüzet, és hogyan védekeznek ellene. A közellenségek két hatalmas egójú sebzett férfi élve vonzulással felérő párbeszéde, akik, ahogy Felbeck fogalmazott, homlok egyenest különböznek egymástól, de annyi közös bennük, hogy mindketten igencsak megvetésre méltó személyek. Amit ezen a nyáron én biztosan újra fogok olvasni, az Murakami Harukinak az 1984 című trilógiája. Én úgy gondolom, hogy bár egy kicsit vaskos kötet, és nem biztos, hogy egy könnyed nyári strandolás mellé lehet olvasni, viszont férfiaknak és nőknek is egyaránt érdekes lehet a története. Most pedig Lovász Ágota következik a híradó előzetesével. Szervusz Ágota, mi lesz ma a híradóban? Szervusz Petra! A frissen megválasztott Renate Weber az egyetlen, aki alkotmányossági kifogást emelhet a kedden sürgőségi kormányrendelettel elfogadott közigazgatási törvénykönyv ellen. Az újszeri hivatalos átiratban szólította fel erre a népügyvédjét. Szerintük ez jó alkalom arra, hogy bebizonyítsa, valóban a népügyvédje, vagy pedig a többség céljait követi, amely a tisztségbe juttatta. Beszámolunk arról is, hogy viharokra, felhőszakadásokra és jégverésre vonatkozó narancssárga figyelmeztetés van érvényben egész Erdély területén éjszaka egy óráig, de sok helyen már le is csapott a vihar. Mutatjuk, hogy mi mindenről lesz még szó a híradóban. 7 órakor kezdünk, tartsanak velünk! Nyugdíjas Kánaán. A képviselőház elfogadta a korábban alkotmányellenesnek nyilvánított nyugdíjtörvényt. A következő 2 évben mintegy 70%-kal nőnek az öregségi járandóságok. Szakítás. Hiába valónak tartja Marosvásárhely Metropolis övezeti tagságát Dorin Floria polgármester. Az önkormányzat egyelőre leszavazta a városvezető kezdeményezését. Elégedettek. Szuperlatívuszokban beszéltek Hargita megye turizmusáról. A székelyföldi turisztikai klaszter szerint a számok igencsak biztatóak. 19%-os a növekedés tavalyhoz képest. Örömünnep. Szakmai és közönség sikerekkel teli évadot zárta a 65 éve Szatmár Németi Északi Színház, Erdély legtöbb bérletes nézővel rendelkező teátruma. Yeah.
A híradó után pedig a kultúrcseppet tekinthetik meg, vagy a Mérlegen műsorunkat itt az Erdélyi Magyar Televízió műsorán, úgyhogy maradjanak továbbra is velünk, és holnap este is tartsanak velem itt a Mozaikban, hiszen vendégem lesz Ambrus Laura, vagy műsorvezető társam, vagy nem is tudom, hogy igazán mit mondjak, de mindenképpen összegezni fogjuk, kicsit kiértekeljük az elmúlt 4 hónapot itt a Mozaikban, úgyhogy egy különleges adással készülünk önöknek a holnapi viszontlátásra.